Jeles ünnepre készülődnek kicsik és nagyok Szent Tamás határában. Idén 25. alkalommal rendezik meg az Arató ünnepséget, ahová Délvidék több mint 20 magyar lakta településéről érkeznek hagyományőrzők. A szervező a helyi vajdasági népek és nemzetiségek hagyományápoló klubja, legfőbb célja a magyarság összefogása. Az egyesületünknek a célja az volt, hogy megőrizzük a magyarságunkat, és átadjuk a jövő nemzedéknek azt, hogy mivel foglalkoztak az őseink, mert szerintem az is nagyon lényeges, hogy ők az ő tapasztalataikat átadják. Úristen, a te neved mindent meg tud szentelni. Áld meg bőséges áldásoddal ezt a kenyeret. Az arató ünnepet mindig július 2-ához, Sarlós Boldogasszony napjához legközelebb eső hétvégén tartják. Ez az az ünnep, amelyhez a délvidéki magyarság évszázadok óta kötődik. Többségében földművelő nemzetről beszélünk, és a délvidéki magyarság is ehhez tartozik. Ezért még erőteljesebben kötődik ahhoz, hogy mit jelent a termény, mit jelent a kenyeret az asztalra rakni, mit jelent feldolgozni a termést, mit jelent közösségben mindezt megtenni, és közösségben mindezt megélni, és hogyan lehet ezt, mindezt, mindenek a hagyományát és a fontosságát továbbadni. Az ünnep hagyományosan fiákeres felvonulással indul, amin főleg a fiatalok vesznek részt. Az arató csapatok is készülődnek, és előkerülnek a hagyományos ételek is. A hagyományos ételekkel főtt tojás, főtt krumpli, savanyú borka, megyleves, mink úgy hívjuk, hogy megyleves, szalonna, kolbász, sonka, általában mindenki ezt készíti, így aratáskor. Erőt egészi! A pálinka sem hiányozhat az aratásról, majd kezdődhet a munka. Az idősebb férfiak gyakorlott mozdulatokkal kezdik meg a kaszálást. Ők még jól emlékeznek azokra az időkre, amikor minden nyáron így zajlott az aratás, amiből már gyerekként kivették részüket. Reggel főkelt apám, meg anyám csinálták a kötelet, meg mikor megcsinálták, reggeliztünk, akkor kimentünk is, én terigettem, ők meg vágták, hogy ezt csináltuk. A délvidéki csapatok többsége visszatérő résztvevője az arató ünnepségnek. Mint mondják, nem csak a hagyomány, hanem a munka szeretete miatt is jönnek. Ezt szeressük is egyrészt, másrészt meg akarnánk bemutatni a fiatalabbaknak, hogy régen milyen nehéz munka volt ez a kaszálás, hogy így csinálták. Van, akit már fiatalon megérint a kasza suhogása, a közösen végzett munka szépsége, hangulata. A Szent Tamási származású Bogi is szívesen csatlakozott az aratókhoz, idén első alkalommal. Nagyon szeretem, hogy tudom, hogy milyen volt régebben, és hogy szeretek tudni dolgokat, és akkor úgy döntöttem, hogy én is jelentkezek, hogy bírjam az öregebbekkel, és hogy segítsek nekik egyrészt, de egyrészt, hogy én is tudjam a jövőben, hogy volt a múltban. Ez a zentai család 3 pici gyermekkel érkezett. Az édesanya igyekszik minél közelebb hozni csemetéihez a régmúlt hagyományait. Ők is lássák, hogy ez valamikor így működött a munka, nem ilyen kényelmes világban éltek annó az emberek, mint most, és azt gondolom, hogy nekik is szeretném, ha ez egy természetes dolog lenne, nem egy különleges dolog, hanem ebben nőnének fel, és ő nekik ez egy teljesen természetes dolog, hogy megtanulják, hogy valamikor így keményen meg kellett dolgozni a mindennapi kenyérért. Az arató ünnep nem csak kapocs az ősökhöz, hanem szimbóluma is annak, hogy a kenyérnek mekkora jelentősége van a délvidéki magyarság számára is. Ezt a szellemiséget viszik majd tovább a fiatalok, hogy ne merüljön feledésbe ez a szép magyar hagyomány.